Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíjas Steelbent kerítésekre és kapukra. A Garázs TV informatikai megoldás szállító partnere a Futurion Kft. Kedves nézők, üdvözlöm Önöket ezen a héten a garázsban. Ha a mai műsorban velem tartanak, visszalátogathatnak Ingolstadtba, ahol megismerhetik a világ egyik bizonyíthatóan leggyorsabb kombi autóját, ez pedig nem más, mint egy Audi RS6 R névre hallgató autó, melyet az MTM Tuning egy kicsit tovább fejlesztett, jelen pillanatban 722 lóerőt teljesít, de a terv elérni a 800 lóerőt, és ezzel majd valahogy elérni a 350 km/h csúcssebességet. Emellett itt lesz velünk a műsorban Pásztor Tamás is, valamint szokásunkhoz híven visszatér a köridő rovat is. A Kakucsringen Jani és Csabi egy BMW M6-ot kapnak a kezei közé, azonban első körben térjünk vissza Ingolstadtba. Azt hiszem, kedves garázsnézők, hogy a mai autóval jutottunk el az MTM kiszolgálási lehetőségeim belül a tényleg abszolút csúcshoz, hiszen egy olyan RS6 Avant R-ben ülök, ami azt gondolom, hogy vagy megöregettem, vagy tényleg a világ egyik legjobb autója. És kicsit szomorúnak érzem magam, hogy egy Audira mondom ezt, de tényleg, amennyit most együtt tölthetem ezzel a kocsival, azért nem tudok normálisan beszélni, mert gyakorlatilag elcsuklik a hangom a technikától, amit ez a kocsi képvisel, attól a kiszolgálástól, ami benne van, attól az élménytől, amit nyújt, és attól a látványtól, ahogy kinéz. Kezdjük a látvánnyal. Kívülről ugye a normál A6-os Avantokhoz képest is szélesebb ezen a kocsin, ráadásul 20-as kerekek vannak. Egy olyan LED light technika van a lámpájában, amit én csak azért ismerek, mert a legmodernebb lámpával mehetek a Rally Európa bajnokságon, hiszen a Hondához megvan az ugyanilyen LED light lámpasorunk. Na, ebben a kocsiban már szériában ilyen LED lightok vannak, amelyek arra is figyelnek, hogy este van-e, eső van-e, este eső van-e, szembe kijön, és úgy változtatják az élességüket. Egyébként általánosságban olyat világítanak, minthogyha egy normál xenonos autóban reflektorral közlekednénk. Tényleg elképesztő a látvány, amit nyújt, ahogy kinéz. Ez van kívülről egy csodálatos kombi, amiről csak nagyon kevesen mondják meg azt, hogy valójában milyen technikát is képvisel. Alapvetően egy 4 literes turbomotorról beszélünk, V-turbo motorról, természetesen az Auditól megszokott quattro, azaz összkerék hajtással, és alapjában sem egyszerű lóerőmennyiség van ebben a kocsiban, de természetesen az MTM Tuning hatására ez az autó még többet tud, egészen pontosan 772 lóerőt ebben a pillanatban. Azért nincs mellettem ülés, mert amikor most odaadták, éppen akkor is programozták, állandóan cserélgetik rajta a turbókat, ezt a két turbót, hogy még erősebbé tudják tenni. Most a céljuk egyébként a 800 lóerő elérése, ugyanis ez az autó, ez egy világrekorder. Két versenypályán is a világ leggyorsabb autója, a német Sachsenringen és a Nardon is, valamint többszörösen bebizonyította, hogy a világ leggyorsabb, végsebességre leggyorsabb utcai használatú kombi autója. Ez jelen pillanatban 335,8 km/h sebességet jelent, de most pontosan azért hajtják ezt a 800 lóerős teljesítmény küszöböt, hogy meglegyen nekik a 350 km/h végsebesség, amit persze nem úgy kell elképzelni, hogy így elég egyszer bemutatni, meg majd az óra mutatja, mert egyébként az óra nem is mutatja, ugyanis 320-ig van csak órázva, tehát már jelen pillanatban is, ha leforgatnánk és lenne lehetőség rá mondjuk a német autópánon, akkor ki tudnám fektetni a mutatóját. Hanem ez egy igazi éles világrekord teszt, többször be kell mutatni oda-vissza meghatározott helyeken.
ezen kívül két német versenypályán időben is csúcstartó, többek között a Hockenheiming kiskörén 1 perc 11-es körrel. Szóval, hogy egy van belőle. Iszonyat boldog és büszke vagyok rá, hogy ilyen autót is a kezem közé adtak. És remeg mindenem, hiszen az R8-akhoz képest is, ugyan amik 606 lóerősek voltak, bár nem merek vele úgy menni, mint az R8-akkal mertem, azért a 722 plusz kérdőjel lóerő az valami bődület. A forgatónyomatéka sem egyszerű, 880 Nm. Én azt gondolom, hogy ez a kocsi szétszakítja az ember fejét. Érdekesség, hogy az MTM Tuning itt főleg a sebességváltó működésére, a motor erejére és némi külső design változtatására korlátozódott. Nem változtattak igazán az utastéren, mert hogy nem is nagyon volt rá szükség. Ez az autó szériában is csodálatosan jól néz ki. Igazán látványos a belseje, hiszen például a karbon kiegészítők, amik engem körbevesznek, azok alapvetően az RS6 sajátjai. Tehát ahhoz nem kell még az MTM-et sem kérnünk, hogy segítsen. És még az MTM-nél is úgy gondolják, hogy nincs igazán szükség rá, hogy hozzányúljanak a belteréhez, mert annyira menő. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, az RS6 szériában is egy nagyon drága autó. 146 ezer euró itt Németországban, ami gyakorlatilag majdnem megegyezik az R8-nak, a V10-es R8-nak, tehát az 5.2-es motoros R8-nak az árával, pár ezer euró a különbség. Azaz dönthetünk a botrányosan sportautó, még botrányosabban családi sportautó között. Viszont érdekesség, hogy ahhoz, hogy a még botrányosabban családi sportautó ilyen legyen, ilyen vállalhatatlan, ahhoz csak 30 ezer eurót dobtak rá, hiszen az autó ára nagyjából valahol 172 ezer euró körül van, ami összevetve az R8 210 ezer eurójával, hát egy mértani különbség. És bár még mindig nagyon nagy ez a szám, én azt gondolom, hogy ez egy annyira különleges kocsi, amiért azért még itt is megéri spórolni. Kétségtelen, hogy még itt Németországban sem jön velünk szembe ilyen autótól gyakran, még RS6 sem. Jönnek, de azért nem minden másodpercben. Hát ilyen MTMS-ből meg mint tudjuk, egy van. De a szerencse az, hogy ez vásárolható az MTM-nél is, tehát a 722 lóerős verzió az elméletileg elérhető. A 800-asról még nincsen szó, de ha valaki szeretné, és akár bármilyen állhatosa, vagy ne adj Isten, egy ilyen RS6-ja van, akkor én azt gondolom, hogy nagyon érdemes idehozni és megpróbálni még egy kicsit feljebb húzni. Bár ez a kocsi őszintén szólva a szériában is ilyen hangelcsuklasztó, tényleg borzalmasan kényelmes, nagyon-nagyon körbeveszi az embert, nagyon látványos, csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Tényleg azt kell mondanom, hogy a világ egyik legjobb autója, és mondom, lehet, hogy megöregettem. Már nem biztos, hogy a sportautót választanám, hanem ezt a... Igen. Lehet ezzel kéne a gyerekeket vinni majd egyszer az oviba meg az iskolába, mert vissza az oviból azért lehet bármelyik versenypályán kifújni bárkinek az orrát vele. Nagyon durva, tényleg. Oda vagyok érte. Mindig boldogság feljönni a Pásztor Klasszik kiállító termébe ide a Pesti úti emeletre. Tomi, itt olyan csodákat láthat az ember, amitől tényleg gyakorlatilag még nekem fiatalabb rétegnek is könyvbe lábad a szeme, hiszen azért az itt álló autók nagy többsége jóval öregebb, mint én, hála jó Istennek.
Most egy Ferrariról fogunk beszélgetni, ami nekem igazándiból nagyon furcsa, hiszen nem annyira tűnik Ferrarinak, mégis valamiért itt áll fönt. Mesélj egy kicsit róla. Hát igen, ez a 365 GT4 2 plusz 2. Ugye ez az Amerikában 70-es években indult a Gran Turismo láz, és arra készítette a Ferrari. Ez 2 plusz 2, tehát 4 személyes autó. A Ferrari Daytonának az alváza van alatta, tehát egy független kerék felfüggesztés elől hátul, 4 társafékkel és a V12-es motor. Gondolom azért mentél már ilyen autóval, mekkora élmény egy ilyen kocsit vezetni, mert így az adatokat elmondva picit azért megremegett a bokám. Hát igazság szerint itt Magyarországon közúton nem nagyon, tehát szűk neki a tér. Autópályán ott természetesen lehet menni vele, de ott is azért ugye a 130-as korlátozása szűk neki. Hungaroringen ott jól érzi magát, kanyarokban azért a nagy testemért azért vannak bajok, de kint a német strádán ott lehet ilyen autókat kihasználni, és igazság szerint oda gyártották ezeket az autókat. Amikor nem olyan régen megjelent a Ferrari FF, akkor mindenki nagyon boldog volt, hogy végre van négy üléses Ferrari, de hát akkor, ha jól látom, azért a 70-es években is volt igaz 2 plusz 2-es, de volt idézőjelben családi Ferrari. Hát igen, tehát ez egy bevált dolog volt már a Ferrari-nál, hát most vették el újból ezt a új kategóriát. Mennyire lehet egyébként elférni benne, hiszen azért a Ferrari az egy sportkocsi, tehát azt gondolom, hogy maximum két embernek kínálnak jó helyet. Azért ez a 2 plusz 2, ez kényelmes arra, hogy egy picivel hosszabb távon többen üljetek az autóban? Természetesen, tehát aki hátul még nem ültem, de én úgy érzem, hogy el lehet férni, de erről tökéletesen, mint egy nagy limuzin, tényleg egy tágas autó. Körülbelül milyen gyorsulási adata lehet egy ilyen családi Ferrarinak a 70-es évekből? Hát szerintem 10 alatt, az biztos, szigorúan 10 alatt megy az autó. Még nem próbálom, nem mértem, nem volt szívem hozzá. Tudom, hogy ilyenkor csak az arcotokat kell néznem, és az mindent elárul. Igen, az, amit látok rajta felirat szerint is a legújabb M6. Csabi, látom, megint sikerült hozzáöltöznöd. Véletlen lehet a történet. Én azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben elképesztően jó időket mentetek. Néha olyan autókkal, amire egyáltalán nem számítottam volna, hogy azzal lehet jó vagy ilyen jó időt menni. És elég, ha csak a múlt heti OPC Astráról beszélünk, amivel ugye abszolútot mentetek. Ha ezzel most ezt nem sikerül megdönteni, kicsit szomorú leszek. Ez megint egy olyan autó, mint amikor Nerpel Zoli visszahozta az autóját, hogy ez azért van itt, hogy itt ebben meg kell mutatni. Igen, szokásos témakörünk, ugye régen hajdanán mindig a téli gumikra fújtunk. Hát figyelj, 560 lóerő, tehát ezen a pályán, ahol nincs egy gyors kanyar, szűk kanyarokból kell kigyorsítgatni, hát jó lesz, az biztos, de nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Amikor az 1-es M-mel, a 135 M-mel mentetek, akkor az egyikőtök tudott normálisan autózni, a másiknak leesett a lánc. Megpróbáljuk ezt ma kiküszöbölni? Az a baj, hogy ez az autó tipikusan ez, aminél szerintem, ha nem esik le, akkor is leesik, ugyanis még egy X-etem ugye minden négy kereket hajtja, ez csak hátul hajt. Oké, hogy okos per van benne, meg minden, de tényleg ez az 560 lóerő csak a hátsó kerékre, hát nem tudom, meg ugye egy körből ezt lepontosítani azért elég nehéz lesz. Az biztos, hogy eszméletlenül menni fog, meg nagyon jó fék is van rajta, de hát itt ugye egy féktáv van, tehát azt sem fog annyira számítani. Kíváncsi vagyok, persze ezzel kéne abszolútot menni, de kicsit túl erősnek érzem. Hát akkor lássuk, mert azt gondolom megint nagyon sokat számít majd, hogy ki kezd. Harc van. Roszkóval van a hiba. Mehet. Hát, nyerni akar János, hát ez az. Azt a váltási időt, te jó Isten! Aha, nagyon csúszik. Igen. Ott, ahol a... végigkörzözte a kettőt. Ott, ahol az egyessel megcsúsztál, ott meg... Hop. Ez alig volt meg. Igen. Jó, tehát most már füstöl is. Igen. Jó, ledobta a láncot mégiscsak. Hát erre mondtam, hogy azért hátsó kerékre 560 lóerő, tehát az ilyen szűk kanyarokban nem biztos, hogy kifizet. Igen, és érdekes, hogy... Ott is csúszkált. Mindenhol csúszik, te jó Isten. Ott esik. Eldobta a láncot, jó.
most úgy nézem azért. Sok! Jó idő lesz! Jól érzem, hogy még egy kört megyünk? Hát nem tudom, ez nem sikerült. Ez nem sikerült? Nem tudom, ez nem sikerült, az vagy... Nem baj, rajtolhat még egyet. Várjál. Mit kéne csinálni, hogy tapadjon? Bezzeg, mikor én megforogtam ott. Na jó, megpróbálok egyet észre. Ó, de szépen felkapcsolta. Botrányos váltási idő van egyébként. Most nagyon észre megy. Most nagyon észre megy, igen. Tanulva az előző hibából, ilyet nem szoktunk engedélyezni, de hát hadd menjen. Gyakorlatilag nem volt az a lehetőség, hogy ki akart volna szállni. Tehát úgy érzem, hogy ezt önök is láthatták, hogy ő úgy döntött, hogy már pedig ő most megy még egyet, mert kiborult lelkileg. Hátsó gumik tapadás még nem volt optimális. Igen, most egyen jobb azért. Meg látszik, hogy pont annyival megy okosabban, hogy ne, tehát csak azt a minimális csúszást engedi, igen. Sőt, még annyit sem. Hát azért. Igen. Jó, nagyon minimálisan. Ezért ide csak bekanyarodik megint. Nem. Mondjuk az ablaktörlő bekapcsolódott valamilyen oknál fogva. Igen, így okosan. És szerintem egyébként nem is lehet jó. Az ablak tőle megakadt a kamerán. Szerintem a kormányzás közül beleakadta. Az ablak tőlővel mi lett? Beleakadt a kezem. Meg a kamera is. A kóbászkodásba beleakadt a kezed. Majd levesszük, nem érdekes. Azt mondtuk a kedves nézőknek, hogy látszott az első kör után, hogy te úgy döntött, hogy nem szállsz ki. Igen, de hát ezzel normálisan nem lehet menni, tehát ez lehetetlen, tehát túl erős. Bár, tehát bemész egy kanyarba, és már adja magát, csúszik, és onnantól kezdve csak a móka megy, tehát itt sajnos nem adtak így, nem tudtam megfogni, de jó lett volna egyébként. Ellenben a második kör az láthatóan borzalmasan óvatos és nagyon kellemes volt, az idő meg is hozta magát, 2 tizeddel a legjobb idő, tehát 47-6. Az egész jó, tehát... Az az igazság, hogy ebben még mindig van, mert így is csúszkált. Tehát ezen a részen picit túlcsúszkáltam, de retteltesen nehéz ebbe a szűk kanyarokba ilyen teljesítménnyel, önuralommal menni, meg eltalálni pont azt, ahol még nem csúszik. Ehhez azért néhány kör kéne így elsőre. Bockodni könnyű vele, pontosan menni nagyon nehéz. Nem könnyű vele picit menni. Láttad volna a fejét, nem akart elindulni, az autó széttette a kezét, hogy mi történt, majd egyszer csak hát hanyat lökte a nyomás. Úgy mondanám, és váltok mindjárt egy hármat egy helyben. Igen. Ki lesz borulva lelkileg, valószínűleg neki is kell adnunk egy pluszkört, mert szerintem lelkileg lesz. Nem, ezzel tényleg nagyon nehéz elsőre menni bármilyen szinten, mert össze-vissza megy az autó. Tehát nem az autó, hogy bejön még egyszer, ezekbe a szűk kanyarokba kigyorsítani két kerékhajtással, hát ez... Itt csak farogatás. Na hát igen. Jó, hát. Megint ledobta a láncot ő is, jó van. Ő nem kap másik kört, mert már megint a Steve görcsöt hozta rá. Tehát amikor a parkolóban jött vissza keresztbe, akkor már érezhette volna, hogy az nem jó. Ez széles. 59-88. Engedd le az ablakot, mielőtt kiszállsz. Na, hát János. Ezekkel a BMW termékekkel újabban alapvető problémák vannak. Amikor a parkolóba csúsztál be, és lassan eltűntél a képből, akkor kezdtem érezni, hogy lehet még akár baj is. Nem, ott éreztem, hogy az kiadja, csak utána vettem észre, hogy a... Ki kell még kerülni, mint ahogy visszafelé jövök a rázót, úgyhogy el kellett a végén vennem, hogy ne menjen végig a csúszás. Látul. Átmentünk ott szembe. Nem, azt tudtam, hogy odáig fogok kb. Kicsúszni. Hát
igazából észszerűtlen a kocsi, tehát ott, mikor így tényleg így ráléptem a gázra, és nagyjából abban a pillanatban megy a feneke, onnantól kezdve tudtam, hogy ezzel úgyse fogok normális kört menni, tehát nem lehet. Úgy utána meg csúszkáltam, de egész jó kézbe lehet tartani egyébként, tehát hogy de nagyon meglepő dolgokra. Tehát az a vicces, hogy már kanyarban befele is elcsúszik, tehát arra is oda kell figyelni, hogy ott sincs tapadás. Tehát amíg visszalépsz a gázra, akkor meg gyakorlatilag nagyon nagy móka. Sokkal jó, alapvetően nyertetek és legjobb idő, de sokkal jobb időre számítottam. A heti győztes kérdezem, nem mondjuk meg az idődet, nem gondolom, nem is érdekel. A heti győztes kérdezem arról, hogy egy ilyen autó már nem sok egy kicsit, nem hogy egy versenypályára, hanem az utcára? Hát jó, akkor a hivatalos válasz, de sok. Az a baj, hogy tényleg nagyon veszélyes. Most közúton 560 lóerő, felelőtlen kezekbe, odalép a gáznak, és pillanatokon belül 200-zal megy az autó. És nem az, hogy az autó nem tud 200-zal menni, mert 200-nál is még jól fordul, meg jól fékez, meg mindent csinál, csak a közlekedés többi résztvevője fele annyival megy. Tehát a dimenzió egészen más, ahol ez az autó mozog, meg ahol a többi autó mozog, és ez avatatlan kezekben nagyon balesetveszélyes, azt gondolom. Maga az autó tudja, maga az autó az fantasztikus, nagyon sok utcára, de hát azért ez a csúcs, ez a extrém sport modell ebbe a sorozatba, és hát hihetetlen élmény. Ennyi volt már a garázs, remélem élvezték a műsort, azonban a jövő héten újabb érdekességekkel várjuk majd önöket, hiszen visszalátogatunk többek között Ingolstadtba, az MTM műhelyébe, ahol az első dízelautót is kipróbáljuk, ez pedig nem lesz más, mint egy Volkswagen Amarok, a maga 4,2 literes turbodízel motorjával és 400 lóerejével. Emellett pár információt tudjuk, hogy nagyon szeretik a köridő rovatot, azonban most 3 hétig ezt mégis nélkülözniük kell, hiszen a következő szériát majd csak júniustól kezdjük el sugározni, igaz, ez majd kitart 2015-ig. Ha jövő hétig érdeklődnek műsorunk iránt, akkor pedig klikkeljenek internet oldalaink, a www.garage.tv címen, többek között, ahol ugye visszanézhetik régi adásainkat, vagy a másik oldalunkra a www.speedzone.hu címen, ahol naponta frissülő hírekkel, érdekességekkel, videókkal találkozhatnak. Köszönjük, hogy ezen a héten is minket választottak, és ne feledjék, garázs, ahonnan az autózás indul. Csomagolás technikában kizárólagos partnerünk a Napi Labdétó. A garázs videokonferencia partnere a Streamnet. A garázs támogatója a Kamera Kft. A garázs autóinak tisztaságáról az EasyWash gondoskodik. Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíja Steelvent kerítésekre és kapukra. A garázs TV informatikai megoldás szállító partnere a Futurion Kft. A garázs számítástechnikai partnere a notebook.hu internet oldalt üzemeltető Digitaltech Europe Kft. A garázs TV stábja kizárólag a Canon termékeit használja. Éppen akkor is programozták, állandóan cserélgetik rajta a turbókat, ezt a két turbót, hogy még erősebbé tudják tenni. Most a céljuk egyébként a 800 lóerő elérése, ugyanis ez az autó ez egy világrekorder. Két versenypályán is a világ leggyorsabb autója, a német Sasseringen és a Nardón is, valamint többszörösen bebizonyította, hogy a világ leggyorsabb, végsebességre leggyorsabb utcai használatú kombi autója. Ez jelen pillanatban 335,8 km/h sebességet jelent, de most pontosan azért hajtják ezt a 800 lóerős teljesítmény küszöböt, hogy meglegyen nekik a 350 km/h végsebesség, amit persze nem úgy kell elképzelni, hogy így elég egyszer bemutatni, meg majd az óra mutatja, mert egyébként az óra nem is mutatja, ugyanis 320-ig van csak órázva, tehát már jelen pillanatban is, ha leforgatnánk és lenne lehetőség rá mondjuk a német autóbánon, akkor ki tudnám fektetni a mutatóját. Hanem ez egy igazi éles világrekord teszt, többször be kell mutatni oda-vissza meghatározott helyeken. Ezen kívül két német versenypályán időben is csúcstartó, többek között a Hockenheiming kiskörén 1 perc 11-es körrel. Szóval, hogy egy van belőle. Iszonyat boldog és büszke vagyok rá, hogy egy ilyen autót is a kezem közé adtak. És remeg mindenem, hiszen az R8-akhoz képest is, ugyan amik 606 lóerősek voltak, bár nem merek vele úgy menni, mint az R8-akkal mertem, azért a 722 plusz kérdőjel lóerő az valami bődület. A forgatónyomatéka sem egyszerű, 880 Nm. Én azt gondolom, hogy ez a kocsi szétszakítja az ember fejét.
Érdekesség, hogy az MTM Tuning itt főleg a sebességváltó működésére, a motor erejére és némi külső design változtatására korlátozódott. Nem változtattak igazán az utastéren, mert hogy nem is nagyon volt rá szükség. Ez az autó szériában is csodálatosan jól néz ki. Igazán látványos a belseje, hiszen például a karbon kiegészítők, amik engem körbevesznek, azok alapvetően az RS6 sajátjai, tehát ahhoz nem kell még az MTM-et sem kérnünk, hogy segítsen. És még az MTM-nél is úgy gondolják, hogy nincs igazán szükség rá, hogy hozzányúljanak a belteréhez, mert annyira menő. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, az RS6 szériában is egy nagyon drága autó, 146 ezer euró itt Németországban, ami gyakorlatilag majdnem megegyezik az R8-nak, a V10-es R8-nak, tehát az 5.2-es motoros R8-nak az árával, pár ezer euró a különbség. Azaz dönthetünk a botrányosan sportautó, vagy a még botrányosabban családi sportautó között. Viszont érdekesség, hogy ahhoz, hogy a még botrányosabban családi sportautó ilyen legyen, ilyen vállalhatatlan, ahhoz csak 30 ezer eurót dobtak rá, hiszen az autó ára nagyjából valahol 172 ezer euró körül van, ami összevetve az R8 210 ezer eurójával, hát egy mértani különbség. És bár még mindig nagyon nagy ez a szám, én azt gondolom, hogy ez egy annyira különleges kocsi, amiért azért még itt is megéri spórolni. Kétségtelen, hogy még itt Németországban sem jön velünk szembe ilyen autótó gyakran, még RS-ad sem. Jönnek, de azért nem. Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíja Steelvent kerítésekre és kapukra. A Garázs TV informatikai megoldás szállító partnere a Futurion Kft. Kedves nézők, üdvözlöm Önöket ezen a héten a garázsban. Ha a mai műsorban velem tartanak, visszalátogathatnak Ingolstadtba, ahol megismerhetik a világ egyik bizonyíthatóan leggyorsabb kombi autóját, ez pedig nem más, mint egy Audi RS6 R névre hallgató autó, melyet az MTM Tuning egy kicsit tovább fejlesztett, jelen pillanatban 722 lóerőt teljesít, de a terv elérni a 800 lóerőt, és ezzel majd valahogy elérni a 350 km/órás csúcssebességet. Emellett itt lesz velünk a műsorban Pásztor Tamás is, valamint szokásunkhoz híven visszatér a köridő rovat is. A Kakucsringen Jani és Csabi egy BMW M6-ot kapnak a kezei közé, azonban első körben térjünk vissza Ingolstadtba. Azt hiszem, kedves garázsnézők, hogy a mai autóval jutottunk el az MTM kiszolgálási lehetőségeim belül a tényleg abszolút csúcshoz, hiszen egy olyan RS6 Avant R-ben ülök, ami azt gondolom, hogy vagy megöregettem, vagy tényleg a világ egyik legjobb autója. És kicsit szomorúnak érzem magam, hogy egy Audira mondom ezt, de tényleg, amennyit most együtt tölthetem ezzel a kocsival, azért nem tudok normálisan beszélni, mert gyakorlatilag elcsuklik a hangom a technikától, amit ez a kocsi képvisel, attól a kiszolgálástól, ami benne van, attól az élménytől, amit nyújt, és attól a látványtól, ahogy kinéz. Kezdjük a látvánnyal. Kívülről ugye a normál A6-os Avantokhoz képest is szélesebb ezen a kocsin, ráadásul 20-as kerekek vannak. Egy olyan LED light technika van a lámpájában, amit én csak azért ismerek, mert a legmodernebb lámpával mehetek a Rally Európa bajnokságon, hiszen a Hondához megvan az ugyanilyen LED light lámpasorunk. Na, ebben a kocsiban már szériában ilyen LED lightok vannak, amelyek arra is figyelnek, hogy este van-e, eső van-e, este eső van-e, szembe kijön, és úgy változtatják az élességüket. Egyébként általánosságban olyat világítanak, minthogyha egy normál xenonos autóban reflektorral közlekednénk.
tényleg elképesztő a látvány, amit nyújt, ahogy kinéz. Ez van kívülről egy csodálatos kombi, amiről csak nagyon kevesen mondják meg azt, hogy valójában milyen technikát is képvisel. Alapvetően egy 4 literes turbomotorról beszélünk, biturbomotorról. Természetesen az Auditól megszokott quattro, azaz összkerék hajtással, és alapjában sem egyszerű lóerőmennyiség van ebben a kocsiban, de természetesen az NTM tuning hatására ez az autó még többet tud, egészen pontosan 772 lóerőt ebben a pillanatban. Azért nincs mellettem ülés, mert amikor most oda... Tapadjon! Bezzeg, mikor én megforogtam ott! Na jó, megpróbálok egyet észre. Ó, de szépen felkapcsolta. Botrányos váltási idő van egyébként. Most nagyon észre megy. Most nagyon észre megy, igen. Tanulva az előző, hibából, ilyet nem szoktunk engedélyezni, de hát hadd menjen. Gyakorlatilag nem volt az a lehetőség, hogy ki akart volna szállni. Tehát úgy érzem, hogy ezt önök is láthatták, hogy ő úgy döntött, hogy már pedig ő most megy még egyet, mert kiborult lelkileg. Hátsó gumik tapadás még nem volt optimális. Igen, most egyen jobb azért. Meg látszik, hogy pont annyival megy most okosabban, igen. Hogy ne, tehát csak azt a minimális csúszást engedi, igen. Sőt, még annyit sem. Hát azért. Igen. Jó, nagyon minimálisan. Ez ide csak bekanyarodik megint. Nem. Mondjuk az ablaktörlő bekapcsolódott valamilyen oknál fogva. Igen, így okosan. És szerintem egyébként nem is lehet jó. Az ablaktörlő megakadt a kamerán. Szerintem a kormányzás közül beleakadtam. Az ablaktörlővel mi lett? Beleakadt a kezem. Meg a kamera is. A kóbászkodásba beleakadt a kezed. Majd levesszük, nem érdekes. Azt mondtuk az, a kedves nézőknek, hogy látszott az első kör után, hogy te úgy döntött, hogy nem szállsz ki. Igen, de hát ezzel normálisan nem lehet menni, tehát ez lehetetlen, tehát túl erős. Bár, tehát bemész egy kanyarba, és már adja magát, csúszik, és onnantól kezdve csak a móka megy, tehát itt sajnos nem adtak így, nem tudtam megfogni, de jó lett volna egyébként. Ellenben a második kör az láthatóan borzalmasan óvatos és nagyon kellemes volt, az idő meg is hozta magát, 2 tizeddel a legjobb idő, tehát 47.6. Az egész jó, tehát az az igazság, hogy ebben még mindig van, mert így is csúszkált, tehát ezen a részen picit túl csúszkáltam, de retteltesen nehéz ebbe a szűk kanyarokba ilyen teljesítménnyel, önuralommal menni, meg eltalálni pont azt, ahol még nem csúszik, ehhez azért néhány kör kéne így elsőre, bóckodni könnyű vele, pontosan menni nagyon nehéz. Nem könnyű vele picit menni. Láttad volna a fejét, nem akart elindulni, az autó széttette a kezét, hogy mi történt, majd egyszer csak hát hanyat lökte a nyomás. Úgy mondanám, és váltott mindjárt egy hármat egy helyben. Igen. Ki lesz borulva lelkileg, valószínűleg neki is kell adnunk egy pluszkört, mert szerintem lelkileg lesz. Nem, ezzel tényleg nagyon nehéz elsőre menni bármilyen szinten, mert össze-vissza megy az autó. Tehát nem az autó, hogy bejön még egyszer, ezekbe a szűk kanyarokba kigyorsítani két kerékhajtással, hát ez... Itt csak farogatás. Na hát igen. Jó, hát. Megint ledobta a láncot ő is, jó van. Ő nem kap másik kört. Mert már megint a Steve görcsöt hozta rá. Tehát amikor a parkolóból jött vissza keresztbe, akkor már érezhette volna, hogy az nem jó. Ez széles. 59-88. Minden másodpercben. Hát ilyen MTMS-ből meg mint tudjuk, ennyi van. De a szerencse az, hogy ez vásárolható. Az MTM-nél is. Tehát a 722 lóerős verzió az elméletileg elérhető. A 800-asról még nincsen szó. De ha valaki szeretné, és akár bármilyen állhatosa, vagy ne adj Isten, egy ilyen eres hattya van, akkor én azt gondolom, hogy nagyon érdemes idehozni és megpróbálni még egy kicsit feljebb húzni. Bár ez a kocsi őszintén szólva a szériában is
ilyen hangelcsuklasztó tényleg. Borzalmasan kényelmes, nagyon-nagyon körbeveszi az ember, nagyon látványos, csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Tényleg azt kell mondanom, hogy a világ egyik legjobb autója. És mondom, lehet, hogy megöregettem. Már nem biztos, hogy a sportautót választanám, hanem ezt a... Igen. Lehet ezzel kéne a gyerekeket vinni majd egyszer az oviba meg az iskolába, mert vissza az oviból azért lehet bármelyik versenypályán kifújni bárkinek az orrát vele. Nagyon durva, tényleg. Oda vagyok érte. Mindig boldogság feljönni a Pásztor Klasszik kiállító termébe ide a Pesti úti emeletre. Tomi, itt olyan csodákat láthat az ember, amitől tényleg gyakorlatilag még nekem fiatalabb rétegnek is könyvbe lábad a szeme, hiszen azért az itt álló autók nagy többsége jóval öregebb, mint én, hála jó Istennek. Most egy Ferrariról fogunk beszélgetni, ami nekem igazándiból nagyon furcsa, hiszen nem annyira tűnik Ferrarinak, mégis valamiért itt áll fönt. Mesélj egy kicsit róla. Hát igen, ez a 365 GT4 2+2, ugye ez az Amerikában 70-es években indult a Gran Turismo láz, és arra készítette a Ferrari, ez 2+2, tehát 4 személyes autó, a Ferrari Daytonának az alváza van alatta, tehát egy független kerék felfüggesztés elől hátul, 4 társafékkel és a V12-es motor. Gondolom azért mentél már ilyen autóval, mekkora élmény egy ilyen kocsit vezetni, mert így az adatokat elmondva picit azért megremegett a bokám. Hát igazság szerint itt Magyarországon közúton nem nagyon, tehát szűk neki a tér. Autópályán ott természetesen lehet menni vele, de ott is azért ugye a 130-as korlátozása szűk neki. Hungaroringen ott jól érzi magát, kanyarokban azért a nagy testemért azért vannak bajok, de kint a Német Strádán ott lehet ilyen autókat kihasználni, és igazság szerint oda gyártották ezeket az autókat. Amikor nem olyan régen megjelent a Ferrari FF, akkor mindenki nagyon boldog volt, hogy végre van 4-üléses Ferrari, de hát akkor, ha jól látom, azért a 70-es években is volt igaz 2+2-es, de volt idézőjelben családi Ferrari. Hát igen, tehát ez egy bevált dolog volt már a Ferrarinál, hát most vették el újból ezt a új kategóriát. Mennyire lehet egyébként elférni benne, hiszen azért a Ferrari az egy sportkocsi, tehát azt gondolom, hogy maximum 2 embernek kínálnak jó helyet. Azért ez a 2+2, ez kényelmes arra, hogy egy picivel hosszabb távon többen üljetek az autóban? Természetesen, tehát aki hátul még nem ültem, de én úgy érzem, hogy el lehet férni, de erről tökéletesen, mint egy nagy limuzin, tényleg egy tágas autó. Körülbelül milyen gyorsulási adata lehet egy ilyen családi Ferrarinak a 70-es évekből? Hát szerintem 10 alatt, az biztos, szigorúan 10 alatt megy az autó. Még nem próbál, nem mértem, nem volt szívem hozzá. Tudom, hogy ilyenkor csak az arcotokat kell néznem, és az mindent elárul. Igen, az, amit látok rajta felirat szerint is, a legújabb M6. Csabi, látom, megint sikerült hozzáöltöznöd. Véletlen lehet a történet. Én azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben elképesztően jó időket mentetek. Néha olyan autókkal, amire egyáltalán nem számítottam volna, hogy azzal lehet jó vagy ilyen jó időt menni. És elég, ha csak a múlt heti OPC Astráról beszélünk, amivel ugye abszolút ott mentetek. Ha ezzel most ezt nem sikerül megdönteni, kicsit szomorú leszek. Ez megint egy olyan autó, mint amikor Nerper Zoli visszahozta az autóját, hogy ez azért van itt, hogy itt ebbe meg kell mutatni. Igen, szokásos témakörünk, ugye régen Hajdanán mindig a téli gumikra fújtunk. Hát figyelj, 560 lóerő, tehát ezen a pályán, ahol nincs egy gyors kanyar, szűk kanyarokból kell kigyorsítgatni, hát jó lesz, az biztos, de nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Amikor az 1-es M-mel, a 135 M-mel mentetek, akkor az egyik ötök tudott normálisan autózni, a másiknak leesett a lánc. Megpróbáljuk ezt ma kiküszöbölni? Az a baj, hogy ez az autó tipikusan ez, aminél szerintem, ha nem esik le, akkor is leesik, ugyanis még egy X-etem ugye minden 4 kereket hajtja, ez csak hátul hajt. Oké, hogy okos per van benne, meg minden, de tényleg ez az 560 lóerő csak a hátsó kerékre, hát nem tudom, meg ugye egy körből
ezt lepontosítani azért elég nehéz lesz. Az biztos, hogy eszméletlenül menni fog, meg nagyon jó fék is van rajta, de hát itt ugye egy féktáv van, tehát azt sem fog annyira számítani. Kíváncsi vagyok, persze ezzel kéne abszolút ott menni, de kicsit túl erősnek érzem. Hát akkor lássuk, mert azt gondolom megint nagyon sokat számít majd, hogy ki kezd. Harc van. Roszkó van a hiba. Mehet. Hát, nyerni akar János. Hát ez az. Azt a váltási időt, te jó Isten! Aha, nagyon csúszik. Igen, igen. Ott, ahol a... végigkörzözte a kettőt. Ott, ahol az egyesen megcsúsztál, ott meg... Hopp. Ez alig volt meg. Igen. Jó, tehát most már füstöl is. Igen. Jó, ledobta a láncot mégiscsak. Hát erre mondtam, hogy azért hátsó kerékre 560 lóerő, tehát az ilyen szűk kanyarokban nem biztos, hogy kifizetlen. Igen, és érdekes, hogy... Ott is csúszkált. Mindenhol csúszik, te jó Isten. Ott esik. Ha, eldobta a láncot, jó. Akkor most úgy nézem azért. Sok! Jó idő lesz! Jól érzem, hogy még egy kört megyünk? Hát nem tudom, ez nem sikerült. Ez nem sikerült? Nem tudom, ez nem sikerült, az vagy... Nem baj, rajtolhat még egyet. Várjál. Mit kéne csinálni?